Történetünk az 1815-ös esztendőben kezdődik Marseille város kikötőjében, Franciaországban. A kedves Mercedes már hetek óta várja, hogy szeretett Edmondja hazatérjen hosszú tengeri útjáról. Monte Cristo grófja. De van, aki nem örülne, ha Edmond épségben visszatérne. Nem más ő, mint a gonosz Fernando Mondego tábornok, aki szerelmes a fiatal Mercedesbe, és leghőbb vágya, hogy az ő felesége legyen. Mondd meg nekem, miért szomorkodsz ilyen gyönyörű napon? Mindaddig szomorú leszek, amíg szeretett Edmondom haza nem tér. Már 2 hete késik a hajója, de én minden nap imádkozom, hogy épségben visszatérjen. Szegény gyermekem, rettenetes híreket hoztam. Az olasz partoknál tomboló szörnyű viharban több kereskedőhajónk is elsüllyedt. Nagyon félek, hogy szegény Edmondnak is nyoma veszett. Nézzétek! A faraón visszatért! Kozott Edmondan tesz! Edmond! Ó, Edmond! Már azt hittem, hogy meghaltál. A szerelmed az, ami életben tartott. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, hogy szerencsésen hazatértetek. Megtisztelhetnéd jelenléteddel a menyegzőnket, mert holnap összeházasodunk. Vigyázz, Edmondan tesz! Mert Mercedes egy nap majd az enyém lesz. Vive le France! Oh, milyen édes a drága szülőföld illata, gyönyörűbb, mint valaha. Minő fenséges tájkép, készülj hát Franciaország, mert 14. Lajos hazatért! A szüksége van még rá, mon capitaine. Élvezd csak a partra szállás örömeit. Merci. Monsieur Dantes, ezt a gazvickot tetten értem, meg akarta dézsmálni a szállítmányt. Még mindig nem tértél a becsület útjára, Caderousse. Ó, hajt feljelentést tenni, uram. Nem. Épp elég büntetés szegénynek a sajátos tobasága. Engedjétek el. Ezzel még korán sincs vége, Monsieur Dantes. És most Edmond. Ideje, hogy végre az üzletről is beszéljünk. Miféle üzletről? Én megvédelek az ilyen Caderousse-féle alakoktól, és te a szolgálataimért cserébe felajánlasz nekem 1000 aranytallért. Hisz az a rakomány értékének a fele. Semmit se lenne, ha én nem kapom el. A kapzsiságod felér egy rablóéval. Tűnj el, mielőtt téged jelentenek fel. Sokba kerül még neked a hálátlanságon, Edmond Dantes. Légy óvatos, Edmond. Így nagyon sok ellenséget szerzel magadnak. Nem baj, amíg barátom is van elég. Jöjj, Mercedes, készülődjünk az esküvőnkre. Edmond, ígérd meg nekem, hogy mindig együtt maradunk. Hogy mi ketten örökké egyek leszünk. Hogy te leszel nekem az éltető fény. A levegő, amit beszívok, az egész életem. Megígérem. Tudták, hogy a világon semmi sem állhat kettejük közé, és hogy holnaptól boldog férj és feleség lesznek. Ám boldogságuk nem lesz hosszú életű. A város másik végében az elvetemült Mondego tábornok és barátai gonosz tervet forralnak Edmond Dantes ellen. Ha azt mondom, tovább nem tűrhetünk! Pusztuljon Edmond Dantes, vagy pokol lesz életünk! Egy jó megoldás kéne, hogy eltűnjön hamar, mert abban egyetértünk, mindhármunkat zavar! Kössük fel! Az túl bajos! És a pisztoly? Az meg zajos! És ha mi reggel itatnánk? Ki is gyanakodna ránk? Fél, hogy eltűnjön a színről! Hát gyorsan lépjünk el! Ó, a perc, amire régen várok, úgy tűnik most jött el! Itt a vége, Edmond Dantes!
most búcsúzzunk muszáj. A szívem fáj, de mindjárt ki az utunkba áll. Itt az óra Edmondán tesz, a végzetet elér. Az életet e perctől kezdve nem túl sokan ér. Hajjon így! Az odalemás! Szúrjuk hajsúba! Hogy odalemás? Ráküthetnénk a harangra, lógna fejjel lefelé. Bérelnénk egy léghajót, mely elrepítené. Bőven van választék, de tervem már is kész. Neked Campec Edmondán tesz, hát búcsú szépen el. S ne aggasszon a vagyonod, az hárman osztjuk el. Itt az óra Edmondán tesz, és ránk boldogság vár. Lesz pénz, lesz birtokod! És nekem lesz szép a rá! Nálad vannak a gyűrűk? Oh, rád mindig számíthatok, Lajos. Most siess és nézd meg, hogy minden rendben megy-e oda benn. Az óram! Eltűnt, ellopták! Senki sem távozhat, amíg meg nem engedem! Az embereim körülvették a kastélyt! Danglars kapitány, nem várhatunk ezzel az esküvő végéig? A polgármestert kirabolták, és minden jelenlévő gyanúsított, magát is beleértem, Monsieur Dantes. Gyanúsított? Én? A saját esküvőmön? Mindannyian tudjuk, hogy bármire hajlandó a pénzért, ha azzal kényelmesebbé teheti Mercedes életét. Megtaláltam! Nem, ez lehetetlen. Tartóztassák le a tolvajt! Edmond! Maradj ki ebből, kedvesem, különben még bajod eshet. Edmond! Mercedes! Mercedes! Mondégó ármánykodása elragadta Mercedes mellől hőn szeretett Edmondját. Így reményük, hogy egymás mellett élik le életüket egy szempillantás alatt szerte foszlott. Ám Edmondra ennél is borzalmasabb sors várt. Letartóztatták és Franciaország leghírhettebb börtönébe zárták. Isten hozta a Chateauvieve-be! Ide minden vendég csak bejelentkezik, de ki? Egy sem! Mercedes! Mercedes! Mivé lett az életem? Milyen boldog az, kit a tenger vár, minden nap új és új földrész lát, a szél és a hullám hű barát, hallgasd a matrózok vígdalát. Kék az ég, a tengerész, vízre száll minden útra kész, híja őt, repíti a szél, számunkra nincsen érzett cél. A tenger hív, sosem rossz kedvű, nincs gond, könyv, mint a múlva tűnt. Nekünk nem kell már, csak fény és szél, mint ki velünk a kríva él. Kék az ég, a tengerész, vízre száll, minden útra kész. Hívja őt, repíti a szél, számunkra nincsen érzett cél. Kék az ég, a tengerész, vízre száll, minden útra kész. Hívja őt, repíti a szél, számunkra nincsen érzett cél. Ebédidő! Szóljon, ha hozhatom! A desszertet! Már! Kérem! Jöjjön vissza! Ártatlan vagyok! Minden vendégünk ezt mondja! Engedjenek ki! Könyörgök, engedjenek ki! Már két hosszú éve raboskodom itt.
Sosem látom többé a drága Mercedest. Ezennel házastársaknak nyilvánítalak benneteket. Egy beszélő bogár. Megőrültem talán? Engedj ki innen! Ki van ott? Kleopátra, ki is lehetne más? És most segíts arrébb tolni ezt a követ! Ki vagy te? Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Faria Abbé vagyok. Rab, akár csak te. És te? Edmond Dantes. Egy nemesi sári vagy? Mondd, fiam, melyik ablak néz a tenger felé? Tudhattam volna. Hány hosszú év kemény munkája veszett most kárba? Alagutatás, hogy megszökhessen. Számításaim szerint az alagút felét helyes irányba ásta ki. Talán úgy 10 fokot kell balra fordulni, és eléri a tengert. Fiam, te becsületes embernek látszol. Miért kerültél ide? Bár tudnám, de fogalmam sincs. Akkor hadd kérdezzek még valamit. Kinek állhattál útjában? Hát, ott van a gazember Danglars, akinek az aranyomra fájt a foga, és a tolvaj Kadrusz, aki azóta akar bosszút állni, amióta tetten értem lopás közben, és Montego tábornok, aki nem átallott szemet vetni imádott Mercedesemre, mindhármójuknak érdekében állt, hogy eltűnjek a színről, átkozottak! Bosszút kell állnom rajta! A szerencse Edmondra mosolygott, és letartóztatása óta most először nyílt lehetősége a szökésre. Így most csillant fel számára először a remény, hogy viszont láthassa Mercedest. És bár mindenki azt hitte, hogy Edmond rég halott, hűséges szolgája Lajos még mindig várta szeretett gazdáját. Ne szomorkodj, Lajos! A gazdád halott, de fiatal még az éjszaka! Életben van, tudom! És nem lesz itt semmiféle tánc, amíg vissza nem tér. Szegény, szegény Lajos! Látom, nem adott fel a reményt. A kutya legyek, ha ez nem Mondégó tábornok házőrzője. Talán kimenőt kaptál ma estére, Legközelebb nem lesz ekkora szerencséd. Legközelebb a gazdám úgy megleckészted, hogy még élsz, nem felejted el. Álmodoz csak, Lajos. A gazdádnak vége, örökre. Félreállítottak, de közel az igazság pillanata. Jöjjön, Faria Abbé, ízlelje meg a szabadságot! Abbé, mi a baj? Hadoklom, Edmond. Nem halhat meg. Még nem. Na, tessék, ezt tedd el. Segítségedre lesz utadon. Egy térkép. Az öreg kolostorban volt elrejtve. Egy király kincseihez vezet, melyeket 3 évszázada ástak el. Monte Cristo szigetén. A tied, Edmond. De meg kell ígérned, hogy csak igazi cél érdekében fogod használni. Mert a gyűlölet elemészti a lelket. Megígérem, Abbé. Majd nevében megparancsolom!
bolond. Ha nem zúzta halára magát a sziklákon, akkor majd elintézik a cápák. Bon appetit! Edmundra a sziklák közt a biztos halál várt. Most már senki sem ismerheti meg a csalás és árulás szomorú történetét. A Chateau d'If egy ártatlan ember életét követelte. És most, hogy Edmund halott, soha nem derülhet ki az igazság. Lehetséges, hogy ez Monte Cristo szigete. Maria Abbé, én Edmond Dantes, esküszöm mindenre, ami szent, bosszút állok mindazokon, akik ártottak nekem. Az ellenségeim halottnak hisznek, így a legjobb. Most visszatérek, hogy igazságot szolgáltassak, de nem mint Edmond Dantes, hanem mint Monte Cristo grófja. Így kezdődött a titokzatos gróf legendája, aki a semmiből tűnt fel, és gazdagabb volt, mint Európa összes királya együttvéve. A gróf, akiről az egész kontinens beszélt, végre visszatért Marseille-be, hogy igazságot szolgáltasson a sok rosszért, amit elkövettek ellene. Mercedes! Mercedes! Elment, mon kapitány. Lajos, valóban te vagy az. Már nem sokáig, ha nem enged el gyorsan. 15 éve várok erre a pillanatra. De hol van az imádott Mercedes? Sajnálom, hogy tőlem kell megtudnia. Miután hosszú évekig hiába várt magára, feleségül ment Montegóhoz és Párizsba költöztek. Montego, az a gaz fickó. Hát Mercedes is elárult. Nem hitt benne, hogy visszatérek. Először elvették a szabadságomat, most meg a szerelmemet is. Most újra megesküszöm, hogy bosszút állok, akár az életem árán is. Kész vagy-e harcba szállni? Monte Cristo gróf oldalán. Mi vi? Crispy gróf? A nevem Cristo, nem Crispy. Oui, mon capitaine. Monte gróf, Crispy kapitány. Párizsba megyünk. Ne feledd, két megbízható szolgára lesz szükségem. De miért itt keressek, a tolvajok és csirkefogók között? Mert itt biztosan találsz két becsületes embert, akit még nem rontott meg a pénz. Most pedig bocsáss meg, halaszthatatlan dolgom van. De
Kispi gróf! Csak nem eltévedtél, macsek. Talán nem tudjátok, hogy Vakmerő az utóneve? Úgy látszik, nem. Kivágy rongvá! Mihez kezdjek most? Pardon, monsieur, de a serpenyő dobáláson kívül a főzéshez is ért. Öt csillagos szakács vagyok, az egyik legjobb egész Európában. Öt csillagos? Akkor miért dolgozol ezen a szemétdombon? Mert senkinek sem kell egy két balkezes pancsára. Egy becsületes ember, fel vagy véve. Lajos azt remélte, hogy gazdája elégedett lesz Fiorellóval, feltéve, ha valaha is abba hagyja a hálálkodást és nekilát a főzésnek. Eközben a gróf megkezdte bosszújának végrehajtását. Először a kabzsi Danglárst kereste fel, aki ellopta Edmond egész vagyonát, amely gazdag emberré tette. Harry? Találd ki, mennyibe került ez a szobor? Fogalmam sincs, Danglárst báró. Ugyan már, gyerünk, találgass, gyerünk. 1000 aranytallér, uram? Nem talált. 5000 aranytallérba került, bizony. Hát nem csodás ez a játék. Na, keressünk még valamit, amire tippelhet. Kicsoda maga? Monte Cristo grófja. Állok szolgálatára. Ó. Épp ellenkezőleg, kedves grófom, én állok az ön szolgálatára. Kitűnő. Biztos vagyok benne, hogy jó helyen lesz magánál az én 5 millió frank. 5 millió frank? Ha tehetek még valamit önért, uram? Ó, igen. Kérem, gondoskodjon a személyes védelmemről is, amíg Párizsban vagyok. Hogyne? Egy üzletember sohasem lehet elég óvatos. Hallottam egy bizonyos Mondego tábornokról, azt hiszem ő megfelelne. Mondego tábornok? Igen, kitűnő választás. Intézkedem. Köszönöm. További kellemes napot, báró. Magának is, nemes gróf. Azt ígértem a gazdának, hogy 2 szolgálóval térek haza. Ne félj, 2 is kiteszek. Akár 3 is, ha úgy vesszük. Gyerünk, fiú, add ide azt a táskát, hallod? Ugye nem akarsz felműhíteni minket? Nézd! Ez a fiú valójában lány? Amikor Lajos végre magához tért, felfogadta a lányt is. Így teljesítette gazdája kérését, felvett 2 becsületes szolgálót. Magában azért imádkozott, hogy Fiorello főztje elnyeri a gróf tetszését, és ami a lányt Luciát illeti, valódi kilétének titokban kell maradnia. Sila husi, telik a bentő, la-la-la-la-la-la, elfogy az utolsó falatig, ó, igen, a szakácsuknak párja nincs. Sietnünk kell a gróf bármelyik percben, itthon lehet. Milyen ember a te grófod? Hát, bátor és hűséges. Házas? Különös kérdés ez olyas valaki szájából, aki titokban tartja, hogy nő. Csak így maradhattam életben annyi éven át az utcán. A gróf sosem tudhatja meg, hogy ki is vagyok. Tökéletesen egyetértek. Különben eleve nem megnyúz engem. Lajos! Gyorsan a vacsorámat! Sürgős üzleti tárgyalásom lesz majd! A vacsora tálalva. Hadd mutassam be az új lakáját és istállómesterét, Pierre-t! Gróf úr?
És hadd mutassam be a főszakácsát. Fiorello! Bocsánatot kérek, gróf úr. Semmi baj, Fiorello. Pompás illatok. Kérlek, csatlakozzatok ti is hozzá. Ebből bőven jut nektek is. Te nem vagy éhes, Pierre? Pedig úgy látom, ráférne egy kis hús a csontjaidra. Igen, gróf úr. Kerek 5 millió frankot helyezett letétben nálam. Hatalmas a vagyona. Meg kell szereznünk. Türelem, Kapzsi, öreg barátom. Egy ember és a vagyona nem szívesen válnak meg egymástól. Különösen, igaz ez egy grófra? Ő is halandó, mint mi mindannyian. Talán már elfelejtetted Edmond Dantest? Soha többé ne említsd előttem ezt a nevet, megértetted? Soha! Igen, és tábornok. Annak az embernek az emléke még most is kísért. Tudom, hogy halott, mégis rossz érzéseim vannak vele kapcsolatban. Meghívom a grófot a holnapi estéjére, és miközben gyanútlanul élvezi vendégszeretetünket, belesétál a csapdába, amit állítok neki. Amíg Mondego tábornok gonosz tervét szőtte, a gróf sem tétlenkedett. Párizs sötét sikátorait járta. A Kapzsi Danglars már bekapta a horgot. A következő név a listáján a gyáva tolvajé Kadruszé volt. Kadrusz! De honnan tudja a nevemet? Ki az ördög maga? Edmond Dantes jó barátja. Akkor maga is az ő sorsára jut. Mit akar tőlem? Csak az igazságot Edmond Dantesról. Az egész az ő ötletük volt. Mondegoé és Danglarsé. Ők kényszerítettek rá, hogy ellopjam a polgármester óráját, és Edmond kocsijába rejtsem, hogy letartóztathassák. Higgyen nekem, ők akarták holtan látni Edmond Dantest, nem én. Kérem, uram, ne bántson! Ma éjjel még futni hagylak. De mondd meg a barátaidnak, hogy Edmond szelleme még mindig kísért, és bosszúra szomjazik! Edmond tudta, hogy Kadruszhoz intézett szavai félelmet keltenek ellenségei szívében. Senki sem állhatott útjába, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Monte Cristo grófja hamarosan szembenéz azokkal, akik tönkretették életét. Egyetlen esélye van arra, hogy leleplezhesse a gonosztevőket, és alaposan fel kell készülnie a nagy pillanatra. Készülj a halálra, Kadrusz! Ez egy. Ez a tiéd, Danglars! Nincs kegyelem, ez már kettő. És ami téged illet, Mondego, ezt magaddal viszed a sírba. A harmadik. Ó, szegény gróf, démonokkal harcol. Segítenem kell rajta. Bár tudnám titkot, segíthetnék rajta. Miért rejted hát, miért titkolod mi bán? Rossz ez így, hogy szomorúnak látom. Ismeretlen érzés kél most bennem, társam könnyű és bánat volt csupán. Nézek és nem tudom, mi történt, mi lehet ez a szerelem talán. Bár észrevednéd már én bennem a nőt, a boldogtalan lányt, az értedetedőt. Uram, tégy csodát, hallgasd meg imád, és nyisd fel szép szemét, hogy érezze, mit ér. Jól tudom, hogy álom ez csak ábrán, miért pont én lennék, kit szíve vár. Álmaimban mégis ő rá vágyom, így talán egy nap majd valóra vár. Bár észrevennéd már, én bennem van nőt,
meg búst imád, és nyisd fel szép szemét, hogy érezze, hogy érezze, nem én. Ki vagy te? És hol van Pierre? Én vagyok Pierre. Akarom mondani, én nem vagyok Pierre. Úgy értem, a valódi nevem Lucia. Várj, ezt nem értem. Lajos az utcán talált rám, azt mondta, becsületesnek látszom. De miért jársz fiú ruhában? Nem volt más választásom, ha életben akartam maradni. Bocsáss meg, hogy becsaptalak. Ne sírj, megbocsátok. Gazdám! Elkésel mondégó! Igen, mennem kell. Egy fontos dolgot kell elintéznem. Különös, mintha megbaboráztad volna. De tudnod kell, hogy a szíve már foglalt, és ma éjjel újra találkozni fognak 15 év óta először. Lucia szeretett volna többet tudni a hölgyről, de Lajos nem volt hajlandó többet elárulni róla. Ez alatt Mondégó tábornok estéjén a gróf felállította csapdáját, melynek segítségével egyszer s mindenkorra leleplezi ellenségeit. Nocsak, macska legyek, ha ez nem az én öreg barátom, Lajos. Jaj, nem. Furcsa az élet, nem igaz? Most én élek fényűző gazdagságban, miközben te éhezel és nyomorogsz. Nekem is jobbra fordult a sorsom, te bolhás karcs! Tartsd nyitva a szemed, Lajos. Besétáltunk az oroszlán barlangjába. Nem tudnál ennél látványosabban kémkedni, még nem figyel rád mindenki. Mercedes! Légy óvatos, grófom! Ismerem önt, monsieur? Azt hiszem, igen. Bár nagyon régről. Crispy gróf, vagyis Monte Cristo grófja szolgálatára, madame. És abban a pillanatban az a sötét köpenyes férfi felemelte a kardját, hogy lesújtson rám, ám ehelyett csak két szót mondott, amitől megfagyott a vér az ereimben. Mit mondott? Edmond Dantes. Nem, az lehetetlen. Azt mondta, azért jött, hogy bosszút álljon Edmond Dantes nevében. Azt mondtad, hogy egy sötét köpeny volt rajta? Akkor az a férfi nem lehetett más, mint Monte Cristo grófja. Szóval ez idejövetelének igazi célja. És halljam, te mit mondtál ennek a grófnak? Hát, semmit. Meg akart ölni, úgyhogy el kellett mondanom neki az igazságot. Tudja, hogy mi zárattuk börtönbe Edmondot? Akkor ma éjjel a grófnak meg kell halnia. És a titkunk titok marad. A szemei nagyon emlékeztetnek valakire. Edmond! Miért? Miért nem vártál meg? Azt mondták, hogy meghaltál. Olyan magányos voltam. És gyenge. Mert ha igazán szerettél volna, akkor lett volna erőd bízni abban, hogy visszatérek. Mert egykor régen szerettelek. Most megbocsátok neked. Kedves grófom, bocsásd meg nekem, hogy csak most üdvözöllek, de halaszthatatlan üzleti ügyek elszólítottak. Ha már üzletről esett szó, lenne egy előnyös ajánlatom az önök számára. De nem itt. Ez a hely nem alkalmas, hogy közöljem a részleteket. Egyet értek, uram.
Találkozzunk ma éjfélkor az Ördögsziklánál. Hozza magával Danglarst is. A bolond megkönnyíti a munkánkat. Éjfél után egy perccel Monte Cristo grófja már nem lesz az élők sorában. Ma éjjel pontot kell tennem egy régi ügy végére. Nagy veszéllyel jár. Ezért azonnal Marseille-be indultok. A szolgálói vagyunk, nem hagyhatjuk magára. Akár az életünk árán is megvédelmezzük. Nem, nem sodorhatlak veszélybe benneteket is. Miért kell ezt tennie? Miért nem hagyja végre maga mögött a múltat? Nem, amíg nem győzedelmeskedik az igazság. Igazság? Vagy bosszú? Vissza kell térnie hozzánk, uram. Ígérje meg. Megígérem. Marseille-be! Mondégo tábornok parancsára! Le vannak tartóztatva! Nem! Lajos rádöbbent, azáltal, hogy leleplezték szökésüket, a gróf óriási veszélybe került, hiszen még figyelmeztetni sem tudják. Eközben az Ördögsziklánál a gyanútlan Edmond Dantes egyenesen besétált a gonosz Mondégo tábornok csapdájába. A csapdába, mely könnyen az életébe kerülhet. Jó estét, kedves grófom! Eljöttünk, ahogy kívánta. Kitűnő. Akkor térjünk rögtön a lényegre. Azért jöttem, hogy bosszút álljak Edmond Dantes nevében. Amint látja, kedves grófom, mi minden eshetőségre felkészültünk. Talán így a legjobb. Így egy füst alatt elintézem mindhármótokat. Hát kérem, nézze meg jobban. Szerintem valamivel többen vagyunk. Tennünk kell valamit. Nekem van egy ötletem. Jó, hogy megkaptad ezt az állást, Roland, mert minden máshoz túl ostoba vagy. Az 1-től 10-ig számolott intelligencia skálán te csak a 0-át éred el. Még annak a csontnak is több esze van, amit éppen most rágsz. Na hát, ez tényleg nagyon ostoba. Ezennel halálra ítélem Monte Cristo grófját, amiért megpróbált bosszút állni az elvetemült bűnöző Edmond Dantes nevében. És bosszút is fogok állni a törvényesség eszközével, de nem mint Monte Cristo grófja, hanem mint maga Edmond Dantes. Ez lehetetlen! Te életben vagy, tömlőzben kellene ülnöd életed végéig! Öljétek meg! Milyen kényelmes! És most készülj a halálra! Mamma mia! Kapjátok el! Ez borzalmas, ez borzasztó. Hallgass! Nem bánhatnak el mindannyiunkkal. Itt jön 14. Lajos, a felmentő sereg! Az egész az ő ötletük volt. Ők kétszer intettek rá, hármánykodással börtönbe juttattak egy ártatlan embert. Igen, ez az igazság. De ha én meghalok, akkor Edmond Dantes is velem jön a halálba. Edmond! És kettő. Nem tudok úszni! Ha hagyod, hogy meghalljon, semmivel sem vagy különb nála. Ha ő meghal, a te életedet is megmérgezi a gyűlölet. Segítség! Segítség!
mihez kezdesz most? Elmegyek innen, bárhova. Nem vagyok én gróf. Csak egy egyszerű tengerész, aki világot akart látni. Nagyon remélem, hogy az utazás meghozza neked a hőnáhított boldogságot. Mégsem kelek útra. Miért nem? Azért, mert már megtaláltam, amit mindig kerestem. Melletted. Lucia. Hozzám jössz, feleség? Ó, igen, szerelmem. Igen. Így végül minden jóra fordult Edmond Dantes életében. Akik ártottak neki, mind megbűnhődtek, és a szerelem lángja sosem hunyt ki kettejük szívében. Ó, oh, Fiorello, már megint! Magyar hangok. Selmeci Roland, Madarász Éva, Törtei Tünde, Kerekes József, Gesztesi Károly, Dobránszki Zoltán, Hankó Attila, Józsa Imre, Szokol Péter. Magyar szöveg Fekete Zoltán, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó Makai István, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax.